A Dombóvári Művelődési Ház Majoros Galériájában augusztus óta látható Makovec Imre, Ybl Miklós díjas magyar építész, ami megtörténhetett volna című kiállítása. A meg nem valósult tervei között szerepelt az intézmény előtti térkoncepciós terve is, melyről bővebb tájékoztatást kaphattak a dombováriak. Nagyon nagy szerencse, hogy Dombóvárnak szoros kapcsolata volt Makovec Imrével, és van is több alkotása a városban. És hát van egy tér itt a művelési ház előtt, ami nem egészen méltó talán a Dombóvár főteréhez, amennyiben ezt nevezzük főtérnek, és nagyon reméljük, hogy ebből lesz egy Makovec művészi alkotás előbb-utóbb, és ebben segít nekünk a Makovec Alapítvány. A lakosságnak a javaslatait, észrevételeit a mérnök urak még amennyiben arra érdemesek be fogják építeni a tervezésben. A magyar organikus építészet megteremtőjének, Makovec Imrének épületei kiemelkednek a környezetből. Bármerre is járjon az ember, felismeri a jellegzetességei alapján. Többek között erről és a kiállított tér makettjéről, illetve annak megvalósulásáról is beszélt az egykori tanítvány, majd munkatárs Csernyus Lőrinc építész. Miért gondolják azt, hogy az ő építészete nem hagyományos, és a többi hagyományos? Megfordíthatnám, ez egy nagyon szép, nagyon jó építészet, és vannak ettől eltérőek. Tehát ez olyan, hogy félig tele van a pohár, vagy félig üres. Szerintem Makovec Imre egy olyan építészetet, most komolyra fordítva szót képvisel, és csinált, amely egyébként teljesen beleilleszkedne az európai, sőt a világ építészet történeti ívébe, de a 20. században, az első világháború után csomó minden a fejére állt, ő nem. És ezért mindenki azt gondolja, hogy ő az egyedi, az unikum, holott ő megtartott egy olyan gondolkodás szemléletet, ami szerintem sokkal inkább kötődik ahhoz a múlthoz, nem ilyen nosztalgiás múlthoz, aminek egyre inkább meghatározó ereje lesz. A Makovec által megálmodott tér több olyan elemet is tartalmaz, amelyek Makovec építész barátainak alkotásai, emelte ki Csernyus Lőrinc. Ő fókuszába helyezett két kortárs barátjának és alkotótársának a szobrait, a Samu Gézának és Kígyó Sándornak. Ebből a Samu Géza szobra megvan a fa. Kígyó Sándor sajnos nagyon korán fiatalon elment közülünk, neki csak a tervei vannak meg. Ez olyan, mint egy ellipszisnek van két fókuszpontja. Erre építette rá ezt a teret, nem ezt, hanem a tervet, és most ezt szeretnénk tulajdonképpen megépíteni. Ezt egyébként az önkormányzat kezdeményezte. Mi annyit tettünk, hogy mindezen előkészítéseket, költségvetéseket, terveket a Makovec Imre Alapítvány a város rendelkezésére bocsájtotta, és támogatjuk, hogy ez meglegyen. De a pénz nem az alapítvány, hogy csak egy tévhitet el akarok osztatni, az egy kormánytámogatás lesz majd. Dombóvár önkormányzata mielőbb szeretné, hogy a művelődési ház előtti tér olyan állapotba kerüljön, ami méltó a városhoz, ehhez pedig bíznak a kormányzati támogatásban.